Sziasztok, Rikári Vlog! Program ajánlózni fogunk, méghozzá a mai részben kávé mellett fogok program ajánlózni, mert hogy reggel történik a felvétel, nem szeretném elhúzni az időt, mert sokszor azt gondolom a videóknál, hogy jaj, alig lesz benne műsoridő, és a végére kiderül, hogy nagyon hosszúra Sikerednek a videók, ezek szerint a beszélőkém az elég bőbeszédű, hogy így egy kis szóismétléssel fejezzem ki magam. Kortyolok egyet a kávéból, ha látjátok. Ez a zebrás bögre a, 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 a hirtelen akartam mondani. Vazarelli motívum található benne, ugye Vazarelli egyik híres képéről és majd a következő hetekben fogok Vazarellis programot is ajánlani nektek. Ezt a tagok már látják, illetve hát mire ez kimegy, addigra mindenki fogja látni szerintem. Tehát most bocsánat, hogy idő, időzavarba kevertem magam. Egyik, egyik videómban, ugye már beszéltem róla, a Szentlélekteres videómban, a Vazarelli Múzeumról, de most még nem ajánlok nektek Vazarellis kiállítást, mert hogy az a Vazarelli Múzeum a Budapesti, az éppen e, úgy láttam, hogy zárva van, és majd nem sokára lesz új e, állandó, ha jól emlékszem, állandó kiállítás. Úgyhogy akkor fogom azt bemondani, most csapjunk is bele a különféle, főleg közlekedési témájú programokban, Kezdjük is egy vasútmodell kiállítással, ugyanis a hétvégén február másodikától negyedikéig, tehát már pénteken is nyitva lesz, vasútmodell kiállítás lesz Pécelen, ezt a Szécsényi Vasútmodellező Klub szervezésében, és az ő terepasztalaik lehet, lesznek láthatók. Ha jól emlékszem, villamosos tematika is nagyon jellemző rájuk, de most gyorsan így rányítok. Itt most éppen vonatos kép van fönt. Azt mondja, hogy a Lázár Ervin városi könyvtárban nem a Lázár Ervin Városi Könyvtár és a Szemerepál Művelődési Ház közös rendezvénye. Most a helyszínt nem látom, Facebook eseményt nem találtam, csak ilyen plakát képet kirakva. Most komolyan azt keresem, hogy konkrétan hol van. a helyszín, de ezt most, ezt most így nem találom, és most nem akarom a műsoridőt ezzel elhúzni. E, minden esetre pécelen van a kiállítás, hát szerintem nem olyan nehéz megtalálni. E, lehet, hogy a könyvtár és a művelődési ház egy épületben van, és akkor oda mentek, megtaláljátok. Ezt most így hirtelen nem tudom a pontos helyszínt megmondani, de nem is szoktam bemondani, hiszen a leírásban ott vannak a programok, akit érdekel, azt tud a leírásra kattintani, és onnan már a minden a szervezők által megosztott információ, amire én rátaláltam, elérhető. Aztán, aztán, aztán ez már egy többetszer ajánlott program, Miskolcon a Lilafüredi Állami Erdei Vasút, a LAEV vonalán lehet vonatozni, ugye ott télen is van üzem hétvégén, viszont a másik vonalukon, a Mahócai vonalukon, ott csak alkalmanként, és most február 4-én lesz Mahóca felé vonatozás, az ugye azt hiszem, hogy szombat, most ránézek gyorsan a naptárra, nem, az vasárnap, és és 11-én jövő hét vasárnap, ez ugye múlt héten volt ez a program először, de már olyan hamar beteltek a helyek, hogy e, kétszer is meghirdették újra ezt a programot, úgyhogy ha most negyedikére nem kaptok helyet, jövő vasárnapra még kaphattok, úgyhogy érdemes oda is elutazni, mert viszonylag ritkán szokott lenni ilyen... E, ilyen vonatozás, ugye ritkán használják viszonylag azt a mellékvonalát a kisvasútnak. Aztán, ha már kisvasút, akkor 29. alkalommal megrendezik a Kárpát-medencei kisvasutak találkozóját. Ez most online esemény lesz, úgyhogy elég könnyű részt venni rajta. A kisvasutak baráti köre egyesület és a közhasznú egyesület, vagy kiemelten közhasznú, nem tudom. Ö, ennek csak azért van lényege, hogy egy százalékot is fogadhassanak meg különböző támogatásokat. Ez most tök mindegy, és a Magyar Közlekedési Közművelődésért Alapítvány közös rendezvénye, itt ugye kisvasúti szakemberek tartanak különböző előadásokat kisvasutakról, biztos, hogy nagyon sok érdekes dolog fog elhangzani, ez február 7-én lesz, ami ami szerdai nap, úgyhogy, úgyhogy hát aki home dolgozik, vagy olyan a munkája, hogy betesz egy fülest és közbe, vagy hát otthon akár, ha egyedül van, akkor ha fülesse kell, meg lehet ezeket az előadásokat hallgatni, illetve hát aki aki megteheti, hogy szerdán elmenjen, vagy aki ugye ezen a területen mozog, annak fontos is ez, de ők tudnak is róla, úgyhogy február 7-én szerdán online lehet kisvasutakról előadásokat hallgatni, a KBK honlapján, illetve Facebook oldalán van rá link, illetve azt hiszem csak aznap lesz a konkrétan a közvetítés, élő közvetítés linkje Kirakva, de az esemény linkje és a tudnivalók azok megtalálhatók. A leírásban ott vannak a linkek. Aztán találtam egy programot, amit most nem mondok be, amit jövő héten fogok bemondani, mert ráfaragtam, és nagyon köszönöm Herlának, aki figyelmeztetett rá, hogy most többször bemondtam, utólag találtam rá, a lángbörzére és nem kellett volna bemondani, mert hogy ez egy régi oldal, amit én megtaláltam, azért nem is találtam meg korábban, ugyanis lángbőrze nincs. Az évekkel ezelőtt megszűnt, amikor a, a, a lángművelődési központnak a felújítása volt, akkor elköltözött ugye a felújítás idejére, és utána már nem tért vissza, és tulajdonképpen ezt az űrt pótolva jött létre a, 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 az FMH-ban és a KMO-ban a rendszeres bőrzát. Ugye ezek nincsenek minden héten, ezek havi rendszerességgel vannak, ha jól láttam, ugye Kispesten és Lágymányoson. Ezen a héten nem lesz, úgyhogy ezt sem mondom be, jövő héten jönni fogok, a, a bőrzés hírrel, mert hogy jövő héten viszont lesz. Ezt most már akkor ezt elárultam, 11-én lesz e, FMH, azt hiszem. De nem akarok hazudni, úgyhogy majd jövő héten bemondom. A, egyeket a, a múlt heti nél meg ott vannak a linkek, és azon, azon több időpont is fönt van. Aztán, aztán vonatozás, vonatozás, hegyek. A Megint indul a külön vonat szezon a egyik, az a MÁV csoport által szervezett külön vonat, amilyen én is részt vettem egyébként Zágrábban tavaly eh, adventi szezonban. Most Karnevál Express fog indulni eh, Riekába, Fiumébe ez nem egy ilyen egynapos dolog, mármint az ott tartózkodás egynapos, de ez egy ilyen hálókocsis, kusetkocsis, éjszakai vonatozással megtűzdel dolog, igazán izgalmas program, aki még nem próbálta ki, vagy aki szereti az éjszakai vonatozást, amúgy praktikus, ugye külön szálláshely nélkül, gyakorlatilag nem kell itt nagy csomagokkal készülni, vinni a szálláshelyre, stb. stb. Az ember a vonaton alszik, kipiheni magát, és másnap van egy jó kis lehetőség, egy kis, hát karnevál, tehát akkor egy kis bulikára és városnézésre. Ez február 10-én indul a vonat, 11-én van ott, ugye aznap van a program, és 12-én reggel érkezik vissza. Ez a más tartnak a szervezésében történik. A, ugye ez következő hétvége, de ugye mivel ilyen szervezett utakra érdemes előre jelentkezni, ezért bemondom. Szintén ezen a hétvégén talán lesz, illetve nem ezen, hanem a következőn, tehát azon a hétvégén, amikor a Carnival Express lehet választani, belföldi program is lesz, nevezetesen a vonatoz velünk, vagy vasutaz velünk, most elfelejtettem, szervezésében a Krepuska Express. Én nem tudtam, hogy ki az a Krepuska, de amúgy, amúgy itt a leírásban az előbb ott volt, most nem találom. A vasút velünk szervezi. Sovoskön palóc őrtűzzel tisztelünk. Dr. Krepuska Géza fülgyógyász professzor volt annyira nem közismer, de gondolom a térségnek egy fontos személyisége volt, és ezért nevezték el róla a, a, a ezt a külön vonatot. Ugye a Vasút az velünk a cég, az mindig, vagyis hát nem tudom, hogy cége, de csapat. Ők mindig valami ilyen különleges és általában valamilyen különleges kulturális, vagy, vagy tudománytörténeti, vagy ilyen dolgokról nevezik el a vonatokat, és akkor az ember csodálkozik, hogy mi ez, meg ki ez, de hát a leírásokból meg lehet tudni, mint ahogy itt is, hogyha megnyitjátok az esemény leírását, az esemény, megnyitjátok a leírásból az eseményt, akkor ezeket a dolgokat elolvashatjátok. A különlegessége ennek a vonatnak, mint múlt héten is elmondtam, az az, hogy visszafelé a kisterenye Ká Kálkápolna vonalon fog közlekedni, tehát nem egyenesen Somoskő újfaluról 60-on át Budapestre, hanem Somoskő újfalu, kisterenye Kálkápol, és úgy 60 Budapest. Úgyhogy egy nagyon érdekes utazás lesz, szívem szerint én is elmennék rá, de nem hiszem, hogy rá fogok most érni, de majd még meglátjuk. Aztán ugye az egyéb utazások a, 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 a nem sokára két hét múlva indul a, a Mavril tours a szezonja, és egy nagyon jó kis romantikus utazást ajánlok a figyelmetekbe február 14-én, Valentin napkor a Gyertja Fény express egy szép romantikus vacsora egy vonaton. Szerintem, ha egy ilyenre meghívjátok a páratokat, azzal nagyon meghitt és hangulatossá tudjátok tenni a Valentin napot, úgyhogy ajánlom figyelmetekbe ezt az utat, és hát ö, belinkelem a Mavril Tours többi utazását is, hiszen ö, hiszen ezzel a expresssel, ezzel a gyertyafény expresssel indul a szezon, és utána az év folyamán nagyon sok ö, érdekes utazást szervez a Mavril Tours, úgyhogy érdemes böngészgetni, mert már volt, amire múlt héten be voltak telve a helyek, úgyhogy érdemes időben foglalni. Ezt is azért mondom be most, hiszen nem ezen a héten lesz, de egyrészt betelhet, másrészt pedig e, itt kifejezetten az oldalon írták, hogy azt hiszem egy héttel az esemény előtt e, befejeződik a regisztráció, úgyhogy e, az pedig már erre a hétre esik, úgyhogy ha szeretnétek menni, vagy szeretnétek elvinni a páratokat, akkor e, akkor ott a linken tájékozódjatok, regisztráljatok, foglaljatok. És e, és kicsit később indul a szezon, de ugye hasonló okokból ajánlom már most a Continental Railway Solution utazásait is, ott március 23-át indul a szezon egy brünni sörtúrával, ott is érdemes böngészgetni, nekik is nagyon szép és érdekes útjaik lesznek idén, úgyhogy egynaposak, többnaposak, különleges utazások is, úgyhogy érdemes böngészgetni, és a adott esetben, amelyik érdekel foglalni időben, nehogy beteljen. Hát most erre a hétre ennyi programmal jöttem nektek. Van még egy program, amit fölírtam, de azt, azt, azért nem ajánlom, mert nem akarok vele úgy járni, mint a lángbőrzével, tehát azt jövő héten be fogom mondani, ez egy rendszeres, minden szerdán lévő program, de nem vagyok benne biztos, hogy meg van tartva, úgyhogy, úgyhogy aki játszani szeretne találja ki, hogy melyik programot nem ajánlott a Rikári ebben a programajánlóban. Eh, nehéz kitalálni, úgyhogy ha, 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 nincs a program, akkor nem fogom bemondani jövő héten, akkor ezt a történetet elfelejtjük. Na, viszont ne beszélgessek a semmiről, hanem akkor kortyoljak itt a eh, Vazarellis bögréből egy kis kávét. És és nektek megköszönöm a figyelmet, és jó szórakozást kívánok, kellemes időtöltést a programokhoz. Én jövő héten is jövök programajánlóval. Sziasztok! Csüssz.